Jó napot kívánok, tisztelettel és szeretettel köszöntöm a megjelent kollégákat, kollégínákat, tisztelt hölgyeim és uraim. Tik József vagyok, az NJST ITF elnöke. Engedjék meg, hogy a mai délutánt, a mai szakmai kirándulást megnyissam. A Neumann János Számítógéptudományi Társaság Informatika Történeti Fóruma, a Magyar Tudományos Akadémia és a Nemzetközi Alkalmazott Rendszerelemzési Intézet közös rendezvényén az 50 éves a Nemzetközi Alkalmazott Rendszerelemzési Intézet jubileumi rendezvényen szeretettel köszöntöm Önöket. Örülünk, hogy az akadémia közreműködése jó voltából ebben a szép és méltóságteljes épületben tarthatjuk meg ezt a rendezvényt, ami nagyon jól illik ahhoz, hogy 50 éves fennállását ünnepli az intézet. Köszönöm, hogy megjelentek a munkatársak, akik a mai délutánon egy kis bepillantást, betekintést fognak nekünk nyújtani a múltról, hogyan indult, hol tartott, illetve hogy milyen eredmények születtek, esetleg milyen kompromisszum áván, milyen sztorik vannak mögötte. Egy izgalmas és érdekes délutánnak nézünk elébe, nagyon remélem. Engedjék meg, hogy az NJST ITF, tehát az Informatika Történeti Fórumról is szóljak egy pár szót, hiszen az ünnepeltről ma lesz több órán keresztül bőségesen előadás, illetve bemutató. Az ITF küldetésének tekinti azt, hogy megőrizze az informatikai történetet, megőrizze azokat az emlékeket, felkutassa, rendszerezze és bemutassa őket, amelyek az informatikának a kezdeti korszakát, a számítástechnikát, mert akkor még úgy hívtuk, mutatja be. Ez tulajdonképpen három vetületben jelenik meg, hiszen egy nagyon jól működő és nagyon színvonalas weboldalon keresztül tudjuk megmutatni ezeket az értékeket, ez az itf.nyst.hu, ahol személyekre kereshetnek rá, és bizony 800 személy szerepel már, akinek a munkássága hozzájárult ahhoz, hogy ma Magyarországon itt tart az informatika, ahol tart, szép eredményeket értünk el. Több mint 180 berendezést tudunk bemutatni, és nagyon sok videó található a weboldalunkon, érhető el itt is, YouTube-on és a Mandanton keresztül is elérhető. Ezeket az értékeket folyamatosan kutatjuk, folyamatosan dolgoznak a kollégák, folyamatosan bővül a weblap. Egy másik vetület az, amit ma itt részt veszünk, nevezetesen igyekszünk ilyen rendezvények, kellemes délutáni beszélgetések keretében bemutatni egy tematikusan egy-egy intézetet, egy-egy felsőoktatási intézményt, vagy valamilyen vonulatot, mint például az ESL volt annak idején, vagy a mikroszámítógépek. Ez az Óbudai Egyetem támogatásával történik azért is, hogy az ifjúságnak megmutassuk, a fiataloknak megmutassuk azt, hogy nem velük kezdődött ez a szakma, meg nem a PC-vel, meg nem a Bill Gates-el, hanem sokkal korábban, és nagyon sok mindent tettünk azért, mi, az, mondjuk úgy az ezüsthajú generáció, tettünk azért, hogy ma ezek a dolgok itt megtekinthetők, élvezhetők legyenek, hogy tudjanak szörfölni a neten, és így tovább. Ezek a rendezvények, ezek tovább folytatódnak, évente 3-4 ilyen rendezvény van, mindenkit várunk szeretettel, van egy eléggé széles levelezési listánk, aki fel akar iratkozni, várjuk őket szeretettel, értesítjük a következő rendezvényekről. Lényegében már a nagyobb ilyen műhelyeket bemutattuk, majdnem mindegyiket, és ennek sorába ugye tértünk most rá a 50. jubilómát ünneplő intézetre is. 1972-ben alakult, ugye, hogy ki lehet számolni mai dátumból, és egy nagyon szép utat tett meg, nagyon szép eredmények születtek, amiből ma be fognak számolni a kollégák. A ma délutáni ilyen sétánk, szakmai sétánk és mondjuk úgy ilyen megtekintésünk, távlat megtekintésünkhez sikerült meggyőzni dr. Kis Istvánt, aki 1968-ban megszervezte az NJST rendszerelméleti szakosztályát, majd következetesen képviselte a társaság rendezvényein egy új szakmakultúra
szemléletmódjára történő ráhangolódást. Így logikus volt, hogy több évtized után is a társaság keretein belül szervezte meg a mai megemlékezést. Én felkérem dr. Kis Istvánt, hogy vegye át a szót és vezesse végig a jelenlévőket ezen a szép úton, ezen a megemlékezés során. Köszönöm szépen!